jön, nincs nagy baj, ha nem jön ki, ajjajjaj. Hát az nem lehet, hogy ne jöjjön ki, ez nem történhet meg velem. Na nézzük csak. Felséges királyom, köszönöm, hogy ilyen korán feltetszett kelni. Nagyságos asszonyom, kérem fáradjon ő felsége alá. Színészek vagyunk, színészeket játszunk. Ennél könnyebb és nehezebb feladat a világon nincsen. Könnyebb azért, mert tudom, hogy mit gondolok, amikor színpadra megyek, amikor beszélgetek a társammal, tehát a partneremmel, művész partneremmel. Ez egy nagyon óriási feladat, óriási lehetőség, nagyon, nagyon nehéz. Hát nem tudom, előtte az ember nem mond semmit, majd utána mond szívesen, amikor már megcsinálta. Jó feladat, nagyon jó, és az, hogy többféle dolgot kell játszani, lehet játszani ebben a darabban, ez jutalomjáték, Oscar-díj. Én akkor röpködtem, szálltam, bejöttem taps, kijöttem taps, kimentem taps, mindig taps, taps. Aztán a végén lementünk a banketre, bemutattak bennünket egymásnak. Hát nagyon-nagyon jókat szórakoztunk, ettünk, ittunk, minden, és még aznap éjjel hazautazott Budapestre. Természetesen előjön az életünk, hát az életünket játsszuk, ez nem más, a mi életünk. Aki írta, ő tudja, hogy milyen egy színész élete, mert ő maga is színész. Aki írta a darabot, Kulcsár Lajos. Jó, érdekes, mély. De, hát hogyha akarod, hogy beajánlhatlak oda. Isten őriz, én nem operett szakon végeztem. Na nem tudom, hogy mi baj van az operettel. Hát a könnyű műfajjal, na ne haragudj, de szerintem ugyanaz, sőt, nehezebb játszani, mint a komoly műfaj, ugye? Állandóan búval, billed, bánatos, barccal szembelegni a színpadon. Hát szerintem azért voltak jó sorozatok is. No, mondj egyet! Família Kár. Hát abba speciál. Nagyon jó voltál! Köszönöm szépen! Hát azt mondja ez a producer, hogy ennek is ugyanolyan sikere lesz. Igen? Akkor jó! De én maradok inkább olcsó sütinél. Olcsó sütiről jut eszembe, hogy akár ehetnénk is valamit. Akár? Hát kiugrik le a közeli boltba. Várjál, majd én megnézem a szemedből, jó? A színpadon ez egy öreg nő, akit én játszom, ez semmiféle frivolitás nincs benne, csak emlékezik a régi dolgokra, és akkor kinyílik, akkor emlékezik, akkor, és megjeleníti azokat a pillanatokat, vagy azokat a gyönyörűségeket, amiket átélt. Hát tudom, hogy nem egy dubai ötcsillagos, de nekünk pontosan megfelel arra a rövid időre, amit várunk a befogadó nyilatkozatra. Az aranyszív művész otthonba. Hát ez tényleg nem az, amiről mi álmodoztunk. Hát te a szabadsághelyi magánintézetre gondolsz. Családias környezet, gondozott angol park, jó levegő. De ami a legfontosabb, állandó orvosi felügyelet. Ébresztőd fel! Hát oda fejeként 8 villa lett volna a beugró, plusz havi 50 ezer ellátási díj. Úgyhogy ez a projekt határozatlan időre jegelve az luxus apartmán helyett pontosan megfelel, csak már küldenék azt a
befogadó nyilatkozatot. Mikor utoljára a zserbóban beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy találtál egy kultúrát pesti alvérletet. De drága életem, hát nem akartam elvenni a kedved. Hát az árából én is arra következtettem, hogy valami otthonosabb lakásról lesz szó. Mennyibe is kerül nekünk? 120. Mennyit mondtál? De ebben már benne van a rezsi. Na most ezzel megnyugtattál. Te tudod azt, hogy az én nyugdíjam 83 ezer forint, na most ebből ha beadok 60 ezeret a közösbe, akkor nekem annyi marad, hogy mehetek a nyugati aluljáróba koldulni. Hát én azt hittem, hogy neked van valami spórolt pénzed, vagy esetleg valami járandóságod, havi. Milyen járandóságra gondolsz? Hát valamilyen díj után, hát az itt szokott lenni minden hónapban. Hát te hogy csavarogtál? Lerohantam ebbe az uhogó esőbe a postára, és tudod, kivel találkoztam? Marikával, a körúti kis színháznak a pénztáros nőjével, aki azt mondta, hogy mintha téged látott volna tegnap a Szent Mihály kórházban a szűrővizsgálatra várakozók között. Ugyan, hát ez hülyeség. Na, hát hülyeség, hát tudod, hogy munkatárgyalásra mentem? Igen, én mondtam én neki, de megesküdött, hogy téged látott. Hát összetévesztett valakivel. Hát téged? Nem lehet összetéveszteni senkivel. Ez bóknak veszed, de Marikára meg ne számítsad, 7,5 szemüvege van. Hoztam valamit. Mit? Tulajdonképpen a darabnak az az izgalma, hogy amikor két nő, legyen az színésznő, tanárnő, kalauznő, vagy két nő, nyugdíjas nő összeköltözik, két élet, két különböző dinamika, különböző karakter. És a surlódások, hogy találják meg a közös hangot, hogy tudnak egyáltalán együtt élni. Egyik is más, másik is más. De sokan szokták a szakmában mondani, a régi nagyok is, már a fiatalok is, hogy ez olyan, ez a mi szakmánk, mint egy nagy család. Hogy abban a pillanatban, amikor valakinek valami problémája van, vagy baja van, addig ütik, vágják egymást, kritizálják, na ebbe van a humor, hogy te így, én úgy, ez nekem szimpatikus, nekem az szimpatikus, de mikor valami probléma van, akkor egyszer csak komolyra fordítva a szót, elkezdünk a másiknak segíteni. Úgy, mint a kötéltáncos, hogy egyik tartja a másikat alulról, hogy neki menjen. És itt adódik a darabban egy probléma, direkt nem árulom el, hogy kinek, csak az életben ugye vannak problémák, és akkor a másik ott van mellette, és segíti. Én azt szeretném például, hogy én egy kicsit a drámában, meg a megértésben vagyok erősebb, nem színészileg, hanem karakteriben ilyen vagyok. A Cilinek meg olyan robbanó humora van, és főleg olyan dinamikája, nem is humor ez, hanem egy olyan száguldó dinamika, hogy ha bejöttünk próbára, akkor mindig bejöttem olyan normálisan, és egyszer csak olyan vitt magával. És én remélem, hogy mind a ketten vagyunk ahhoz elég egyéniségek, hogy hozzá tudjuk adni azt a pluszt, ami belőlünk jön a szerephez. Ma jár le a szavatosságod, de ehető! De jól le volt értékelve? Hát akkor jöhet! Negyed áron! Na mi van? Miért? Tudod, hogy az egyedüli gyengém a zsebó! Akkor én meghozom a kávémat, Istenem, Istenem, Istenem! Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek, jó íze van, szent mennydörgét néz a két szemem! Ma Istenem, ma Istenem, ma Istenem! Jól vagy?
van? Hogy jól vagy? Persze, hogy jól vagyok. Hát ezzel mellé tettem a színművészeti főiskolán. És fölvette? Szembesülök azzal ebben a darabban, így már nyugdíjas korúan, hogy az, ami most már barátnőmnek nevezhető szobatársnőm, szerelmi kapcsolatban volt azzal az emberrel, akire én egész életemben csak vágytam, akire én fölnéztem, de nem mertem tenni egy lépésre, ő meg nem vett engem észre, mint nőt, és ez a sem úgy bennem marad, szerepice. De én, ha visszaemlékszem, én voltam úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon tetszett, ez régen volt, magyar színész kollega, nagyon-nagyon-nagyon tetszett, de tudtam, hogy foglalt, és csak úgy messziről ábrándoztam, hogy de jó annak a kolléganőnek, akivel elmennek vacsorázni, meg most ők együtt vannak, én másnap forgatok vele, de valahogy a mosolya nem nekem szólt, nagyon udvarias volt, és nagyon jól játszottunk együtt, egy nagyon csinos kollega volt, de a szerelem az más nőfele vitte őt. És ezt ebbe a darabban nagyon vissza lehet hozni, hogy tulajdonképpen Cili volt a győztes ebben a kapcsolatban, mert ő megszerezte magának azt a bizonyos embert, akire én csak ábrándoztam. Na most, hogy melyikünknek volt jó, néha olyan az, hogyha nem teljesedik egy álom. Lehet, hogy azért maradt nekem ilyen gyönyörű emlékem róla. Ez sokszor privát embereknél is tudom, hogy egy nő, mikor nem teljesedett be az a kapcsolat, olyan gyönyörűen tud egy férfiről beszélni, olyan mindenféle jóval felruházza. Lehet, hogyha az beteljesedett volna, lehet, hogy csalódik, de én ezzel nem foglalkozom, mert nekem ez az álom, ez egy örök titok maradt, amit én végig őriztem a darab szerint magamban. Kegyetlen vagy! Kegyetlen! Hát mit gondolsz az egész világon? Te frusztrált lelked körül forog, és senki másnak nem lehetnek problémái, akkor fortyogj a saját levedbe! Én nem asszisztálok hozzá! Miért mondta, hogy megcsókolna a lábam nyomát? Engem meg kellene ölni. Úgy elzik itt. Pihenni kellene. Pihenni. Én a sirály vagyok! Én színésznő vagyok! Maga nem tudja, milyen érzés az, amikor a színész tudja, hogy milyen förtelmekre játszik. Nagyon elégedett vagyok a sorsommal, és erre csak a korona volt az, hogy megkaptuk Cilivel a Kossuth díjat most, mert ez egy egész életnek tulajdonképpen az átfogó elismerése, és ez végtelenül jó eset. Úgyhogy megint kaptam olyan dinamikát, hogy megyünk előre tervekkel minden, és ez szuper!